Sziasztok mindenkit, üdvözlök! Folytatódik a Gamer PC projektem szerelése, jövök a második videóval. Ugye ott hagytuk abba, hogy behelyeztük a processzort, felhelyeztük a processzortőt, betettük a RAM-okat, és most jön az a lépés, amikor be kell helyezni az alaplapot a gépházba. Mielőtt betennénk az alaplapot, ne felejtsük el, hogy van az IO Shield, amit még a lap behelyezése előtt be kell tennünk a gépház hátuljába. Nem bonyolult, egyszerűen szólva be kell pattintani a helyére, könnyen bepattan, majd szétszerelésnél nagyon könnyen ki is lehet venni, nem kell semmiféle csavarral vagy egyéb dologgal rögzíteni, egyszerűen szólva be lehet pattintani. Ha jól csináltuk, akkor ennek ott kell maradnia a helyén fixen, innentől fogva nem kell hozzányúlni, majd ha helyezzük be az alaplapot kellő óvatossággal, nagyjából figyeljünk, hogy a kimenetek a helyükre jussanak. Ezt főleg úgy tudjuk megtenni, hogy ahogy tesszük be az alaplapot, figyeljük a csavar kiosztást, tehát lényegében a lyuk találkozzon a lyukkal, és hogyha ilyen pontosan helyezzük be, akkor a kimenetek is a helyére kerülnek. Annyi, hogy picikét meg kell azért nyomkodni, mert az IO Shield az fel tud tartani, amíg nem nyomod a helyére, tehát egy határozott mozdulattal meg kell nyomni, minden a helyére peccenjen, és utána lehet csavarozni az alaplapot. Korábban is említettem már, a csavar kiosztást nagyon egyszerű megnézni, oda kell tenni az alaplapot próbaképpen, hogy hova fogjuk kapni a lyukokat. Ugye eltérő lehet azért, ATX-nél, mikro ATX-nél sem mindig egyforma. Ezt érdemes úgy akkor megnézni, és akkor tudjuk, hogy hol kell csavaroznunk. Az alaplap behelyezését követően láthatjuk a képen. Itt már azért látjuk, hogy hogy fog épülni a config, ugye szerintem dizájnilag nagyon illik ebbe a gépházba ez a hűtő, az alaplap. Ilyenkor már azért körvonalazódik, hogy hogy fog mutatni a konfig. Még szeretnék kitérni egy picikét az alaplap csavarozására. Fontos, hogy nagyon ne húzzuk meg a csavart, hiszen megtörhetjük vele az alaplapot, tehát semmiféleképpen ne tépjük meg. Addig érdemes csavarozni, mikor már így elkezd rendesen fogni a csavar. Ekkor már nagyon stabilan fog tartani, nem fog kiesni az alaplap a helyéről. Fixen ott lesz. Megint egy olyan mozdulat van, ahol nagyon érdemes odafigyelni, hogy semmibe ne tegyünk kárt. Azt tudjuk, hogy csavarhúzót, csavart, ha egy mód van rá, ne ejtsünk rá az alaplapra, semmiféleképpen nem fogunk jót csinálni. Körültekintően nyugodtan kell ezeket a mozzanatokat végrehajtani. És még az is fontos, mikor behelyezzük az alaplapot, hogy nagyon akkor se verjük oda se a gépház oldalának, sem másnak, próbáljuk meg finoman a lyukra illeszteni, akkor biztos, hogy nem történik baj, hiszen úgy van kialakítva, hogy itt érintkezhet, anélkül, hogy bármiféle kárt okoznánk az alaplapba. Ha az alaplap csavarozásával megvagyunk, akkor szerintem következő mozdulatként a tápegységet érdemes behelyezni. Ugye ennél a gépháznál alulra fog kerülni a tápegység, ezt szoktam mondani, hogy én ezt tartom előnyösnek, és nagyon fontos, hogy a ventilátor lefelé nézzen, lényegében így alulról szív be friss, hűvös levegőt, és nem a gépház belsejéből fogja beszívni a meleg levegőt. Hasonló szituáció van olyan gépház, házaknál is, amikor fentre kerül a tápegység, akkor is a meleg levegőt fogja beszívni a táp. Tehát így pontosan jó nekünk, hogy lentre kerül, alul nagyon jó szellőzési lehetőség van neki. Ugye még kis lábakon áll a gépház, ott pont van akkor a rés, hogy ott be tud szivárogni neki a levegő. Egyébként éppen ezért nem is érdemes ilyen gépházakat mondjuk szőnyegre tenni, vagy egy nagyon bolyhos felületre, amiben így belesüpped, mert akkor csökkentjük azt a rést, ahol tud szellőzni a tápegységünk. Tápegységet 4 csavarral rögzítjük, ez nem bonyolult. Ugye ez nem egy moduláris táp, viszont így annyi hátul ütőnk van, hogy kapunk egy csomó kábelt, amit nem fogunk egytől egyik kihasználni, ezt majd el kell helyeznünk valahol. Egy részét a gépház hátulja mögött, de majd ki fogok térni azért egy kicsikét a kábel menedzselésre is. Nagyon gépháza válogatja, hogy mit hol tudunk elhelyezni, és a kábel menedzsment részben sem feltétlenül fognak minden elférni.
Lényegében mielőtt még nagyon elkezdenénk kötögetni be az alaplapba, helyezzük be a HDD-t, itt a fiókos kialakítást kapjuk, egyszerű mozdulattal ki tudjuk pattintani a helyéről ezt a kis fiókot. Ha megnézzük, akkor van mód arra is, hogy SSD-t csavarozzunk fel vele, és arra is, hogy HDD-t. Ilyen esetben mi HDD-t fogunk beszerelni, csavarra tudjuk rögzíteni, majd utána fiókostól be tudjuk helyezni. Ami egy picikét nehézséget okozhat, hogy úgy kerül bele a HDD, hogy ahol a csatlakozás, ami a SATA csatlakozóra gondolok, és a TAP csatlakozóra, akkor csak úgy tudjuk bedugni, hogyha a hátlapot levesszük. Bár kis kézügyességgel, hogyha már el van vezetve ott a kábel, akkor úgy is megtehetjük, hogy kihúzzuk a fiókot, és akkor bedugjuk a résen a kábelt, összedugjuk és úgy helyezzük a helyére. Viszont ha úgy szabjuk a kábelt a menedzsment részen, hogy ugye ne gomolyak keletkezzen, hanem pont elérjen oda, akkor viszont ki kell rángatnunk, egyáltalán ki tudjuk, tehát mindenféleképpen úgy lesz egyszerűbb szerelni a HDD-t, hogy levesszük a hátlapot. Ha ezzel megvagyunk, akkor jöhet a kábeleknek a bekötése. Ugye a CPU 8 pines csatlakozó, a 24 pines ATX csatlakozó, a SATA csatlakozó, alul a kis tű csatlakozók, a front audio, az USB csatlakozó, az USB 3.0-nak a tűs csatlakozója, rá kell dugnunk a tápra a HDD-t. Ezek zöme egyszerű csatlakozás, elrontani nem lehet, tehát egy csatlakozót csak egy helyre dughatsz be, ezek könnyen felismerhetőek. Lényegében a következő videóban erre fogok még részletesebben kitérni. Hátulra nem került gépházhűtő ventilátor, amíg tesztem a konfigot, addig a saját gépházamnak, a Kolink aviátornak fogom a gyári ventilátorát felszerelni hátulra. Ugye ez egy fekete ventilátor, amit én lecseréltem egy vörös ledes ventire, ezért jelenleg használaton kívül van. A teszt idejére, hogy legyen hátul gépház hűtő ventilátor, az fel fog kerülni. Valamint a következő videóban picikét szót teszek még a kábel menedzselésről, behelyezzük a videókártyát és meg fogjuk nézni, hogy hogyan fest a konfig a legelső indítást követően. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!